Szörnyű idő, és a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunkból vérezünk. Hogy is ne? Villog ellenünk a fél világnak kartja. És ott elől a háború. Csak a kisebb baj. Szomorúbb, mi hátul áll. A dökhalál. Bekijutott a részed Isten csapásiból, óhon. Folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szálig elveszünk-e mi? Hogy fog maradni valaki? Leírni a vadfekete időket a világnak? És ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyász dolgokat beszélni, mint valának? És ha elbeszéli, úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történt, és a beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart ész meséjének. A meg nem romlott magyar pedig az egyenes, bátor szót becsülni tudja. S nem az elfajult, s elromlott hazafiakat veszi például, hanem azokat, kik nem kevésbé hű jobbágyai királyuknak, mint honnyuk valódi polgárai. Nem azokat, kik azt vélik, hogy hazafiúi tett urunk megbántása. Sem azokat, kik azt kiáltják, hivatalban lévő nem is lehet jó hazafi. S csak az igazi patrióta, aki minden intézetet, minden rendelést kivétel nélkül rágalmaz. Mint sokan, azt tartják igazán mesterszakásnak, ki mindent rendkívül paprikáz. S csak azt ugyancsak magyar embernek, ki azt szeret is. Nem ítéltem hasztalannak itt egy Magyarországban járt angolnak levelét előhozni, amelyeket hazánk egy nagy érdemű leányához írt. November 21-én 1828. Most veled néhány gondolatomat közlöm Magyarország újjászületéséről. Magyarországról Angliában semmit sem tudnak. Magyarországot az egyéb nemzetek sorában sötétség borítja, s kigondolt csillaggal, a legfényesebb csillaggal is, világos nappal. Először. Magyarország népét 9 millióra téve, 3 millió 14 éves koron alul van. Tegyük fel, hogy 500 ezer nevelést kap, ami sokkal fölülmúlja a valót. Úgy, 2 millió 500 ezer szinte a legszükségesebb ismeretek nélkül marad. És így miként jobbulhatna a lakosok állapota? Miként fejlődhetne a jólét Magyarországban? Íme egy nemzeti bánya, amelyet munkálni kell, és nemzeti veszteség mindaddig, amíg ez a bánya nem nyittatik meg. Másodszor. Két évig haboztam azon, vajon melyiknek kellene kedves honotok nyelvének lenni.
E kétkedésem bizonyossággá vált, s most erősen meg vagyok győződve, hogy a magyar nyelvnek kell lenni Magyarország nyelvének. Ez nagyobb következményű tárgy rátok nézve, mint hazátok minden gyapja, minden sója, borai, pusztái vagy bányái. Magyarországot úgy kell tekinteni, mint egy ázsiai gyarmatot Európa szívében. 2 millió tót csekély része az egész Magyarországnak. Most különböző nyelvek azok a nagy határok, amelyek a nemzeteket egymástól elválasztják, s megóvják egyéniségüket és létüket, mint nemzetekét. Folyók, hegyek, tengerek, mint semmik, és a közlekedés meg annyi hídjai. A nyelvek az igazi vétfalak. A magyarnak, hogy valami legyen Európában, egyedül magyarnak kell lennie. Ez dicső s nemes öröksége. Második József császár a magyar nyelvet ki akarta írtani. Mi lett a következménye? A mély álomba merült nemzetet méltóbb érzelmekre ébresztette ősi nyelve iránt. József természetellenes rendeletei felriasztották szendergéséből a magyar hont, és csak hamar olyan írókkal dicsekedhettünk, akik méltók egész Európa ismeretére. Harmadszor. Magyar játékszín. S így. Először nevelés, másodszor nevelés magyar nyelven, harmadszor nemzeti magyar játékszín. Emlékezhetsz, hogy a magyar játékszín felállításról az országgyűlés végzést hozott. Kolozsvár volt a kijelölt helye. Így lett megnyitva és támogatva egy ideig a magyar játékszín, de sok viszontagság után elenyészett. És miért? Fövényre volt építve, mert a nép nem volt kiművelve, s nem olvasott közönségesen magyar nyelven. 2 szót tarts szemed előtt minden igyekezetedben és a hazád boldogságára irányuló törekvéseidben. Keresztény és nemzeti. Keresztény és nemzeti nevelés. 4. Buda és Pest népességét minden lehető módon gyarapítani kellene. Ha a nemesek a mostani város körül többen telepednének meg, az új várost építenék és szebbítenék. Jószáguk egy emberöltő leforgása alatt még egyszer annyit érne. Értelmes, iparkodós, így gazdag nép kétszerezi és háromszorozza a telkek értékét. Íme ismét egy bánya, a magyar nemesek előtt ismeretlen bánya, amely többet ér az Angliába kimenő minden gyapjúnál. Fővárosatok nevét Budapestre kellene változtatni, amely kevés év, sőt hónap múlva olyan megszokottan és könnyen hangoznék, mint Bukarest. Budapest! S így a két város egyesülne. Milyen haszon áradna ebből az egyesülésből, milyen virágzó fővárosa lenne Magyarországnak rövid idő múlva? Különösen, ha az országgyűlés is nem Pozsonyban, nem a határszéleken, s olyan távol Erdélytől, hanem az ország szívében lenne megtartva. Van-e Magyarországban nemzeti társaság nevelésre, vagy középiskolai tanítók felkészítésére? Mert azt is megkívánom tudni, mit tettek mások, mit tett az országgyűlés, a kormány, szóval milyen szereitek és elemeitek vannak az építéshez. A keresztény szó a különféle vallások követőit egyesíti. A nemzeti szó összesít minden igaz magyart, s többet jelent, mint amennyit a fül hall. Uraim, hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mivel nincs muníció, nincs ágyú. Uraim, ha csak ez a baj, úgy én mondom, hogy 2 hét alatt lesz ágyú, lesz muníció, amennyi kell. Semmi más nem kérek, mint felhatalmazást arra, hogy a fülei hámorhoz utathassak, ott dolgozhassak és dolgoztathassak. S ha mához 2 hétre Sepsiszentgyörgy piacán 6 ágyú nem lesz felállítva, és ha azokkal a próbalövésnél célt nem találok, magam állok 10 lépésnyire az ágyú elejébe,
céltáblának. szeptember 11. Jelasics horvát bán átlépte a Drávát, és a főváros felé nyomult. 1848. október 3. Az udvar elfogadta Battyány lemondását. 1848. október 6-a. Bécsben ismét kitört a forradalom. 1848. december 2-a. Az udvarban lemondatták 5. Ferdinándot, és helyébe Ferenc Józsefet ültették trónra. 1849. január 6-a. Windischgrätz bevonult Budapestre. 1849. február 26-27. Kápolna térségében az újonnan kinevezett főparancsnok Dembinski összecsapott Windischgrätz seregével. A csata tulajdonképpen eldöntetlen maradt. 1849. március 11. Bem serege beveszi Nagyszebent, az ellenséges erők kimenekültek az országból, Erdély felszabadult. 1849. április-május, a tavaszi hadjárat. Gáspár Sándor győzelme 60-nál, majd Klapka és Damjanics győzelme Tápióbicskénél, és április 6-án Isaszegnél a magyar fősereg is győzött. 10. Görgei győzelme Vácnál. Április 19. Görgei győzelme Nagysallónál. Április 26-a Komárom felmentése a császári ostrom alól. Május 21. Budapest sikeres ostroma. Kedves férjem, leírhatatlan örömmel vártam jó édesatyám nevenapját, remélve, hogy ott veled találkozni fogok, de hiába. Ezt nem engedik a körülmények, és meg kell nyugodni rajta. Adjon az Isten erőt karjaidba, és jó egészséget, hogy én a győzelem koszorúját fejedre téve büszkén mondhassam a világnak, hogy az én férjem is harcolt a haza szent ügye mellett, amely szentől hiszem, hogy meg is fog lenni. Ó, mi nagy lesz az örömünk majd a viszontlátáskor, előre elképzelem, amidőn én kedves kislányommal elődbe mehetek. Addig pedig, amíg azon óhajtvást kedves idő eljön, gondolatomba ezerszer csókollak. Vagyok holtig híven, és igazán szerető nő, Bod Anna. 1849. április 14. A függetlenségi nyilatkozat. A debreceni református nagy templomban kimondták a Habsburgház történelmünkben második trónfosztását. 1849. május 9. Első Miklós cár közzétetette azt a nyilatkozatát, melyben megígérte, hogy katonai segítséget nyújt Ferenc Józsefnek a magyar szabadságharc leveréséhez. 1849. július 2-a. Hajnau támadását Görgei igen kemény csatában visszaverte. 1849. augusztus 9. Bem Temesvárnál veszi át a parancsnokságot, ahol a magyar csapatok megütköztek Hajnauval. A csatában elfogyott tüzérsége, lőszere. Bem megsebesült, így a magyar sereg elvesztette az ütközetet. 1849. augusztus 13. Kossuth a reménytelen helyzetben lemondott. A haditanács és a kormány Görgeit teljhatalommal ruházta föl.
1849. augusztus 13. Görgei, Világosnál, Paszkijevics seregei előtt letette a fegyvert. Auli Lajos, német honvédtábornok. Damjanics János, szerb honvédtábornok. Dezsefi Arisztid, magyar gróf honvédtábornok. Kis Ernő, örmény honvéd altábornagy. Nézics Károly, horvát honvédtábornok. Lágner György, német honvédtábornok. Lázár Vilmos, örmény honvéd ezredes. Leiningen Westerburg Károly, német gróf honvédtábornok. Nagy Sándor József, magyar honvédtábornok. Föltenberg Ernő, osztrák lovag honvédtábornok. Schweidel József, magyar honvédtábornok. Török Ignác, magyar honvédtábornok. Vécsei Károly, magyar honvédtábornok. Peter Giron, honvédezredes, a magyarországi német légió parancsnoka. Karol Gustav, Dabankurt, de Frankville, százados. Mieczyslaw Woroniecki, ezredes. Arany János, a Velszibárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. Van-e ott folyó és földje jó? Legelőin fűkövér? Használta a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja Velsz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lesz, s a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Edward király, angol király, léptet fakólován. Körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt. Montgomery a vár ura, vendégli a királyt. Vadat és halat, s mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport száz szolga hord, hogy nézni is tere. S mind, amiket e szép sziget ételt italt terem, s mind, ami bor pezsegve for túl messzi tengeren. Ti urak, hát, senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti Velsz ebek. Ne éljen, Edward! Vadat és halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én. De ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány ebek. Ne éljen, Edward! Hol van kizengje tetteim? Elő egy velszibárd! Egymásra néz a sok vitéz, a vendégvelsz urak. Orcáikon, mint félelem, sápadt el a harag. Szó bent szakad, hang fenn akad, lehellet megszegik. Ajtó megöl fehér galamb, ősz várt emelkedik. Itt van, király, ki tetteid elzengi, mond az agg. S fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad. Te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt. Hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt. Mágjára, el! Igen, kemény, parancsol Eduard. Ha lágyabb ének kell nekünk, s belép egy ifjú bárd. A lágyan kél az esti szél Milford öböl felé. Szüzek síralma, özvegyek panasz a nyög belé. Ne szűj rabot, te szűz anya, ne szoptas csecsemőt, s int a király, s elértem még a mágjára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik. Kobzán a dal magára val, ez íge hallatik. Elhult csatában a derék, no halld meg, Eduard, nevet kidicselejtené, nem él oly velszibárd. Emléke sír a lantom még, no halld meg, Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng velszibárd. Meglátom én, s parancsot át király rettenetest. Mágjára, ki ellen szegül, minden vesz énekest. Szolgái szétszágultanak ország szerint tova. Montgomeryben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király vágtat fakólován. Körötte ég földszint az ég a velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment lángsélva velszibárd. De egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard. Ha mi zúg? Mi éjj ide a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. Állném a csend. Légy szárnya bent, se kün nem hallatik. Fejére szól, ki szót emel. Király nem hallatik. Ha, elő, síp, dob, zene, harsogjon harsonya. Fülembe zúgja átkait a velszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön át. 500 énekli hangosan a vértanúk dalát.